azt a megbízást kaptam, hogy amit hoztak a jegyzőasszonyok, mert a jegyzőasszony jelen pillanatban a házon kívül van, amit a jegyzőasszonynak kívánnak átadni, azt én vegyem át, és én továbbítsam én a jegyzőasszonynak. Akár petíciót, akár valamilyen. Értem. Hát akkor nagy örömmel önnek adom át ezt a gyönyörű szép oklevelet, ezt azért kibontjuk és megmutatjuk még egyszer a sajtónak. Szóval lehet, hogy ez most egy vicces dolognak tűnik, de ez nem az. Ezt a jegyzőasszonynak hoztuk, és ezt most átadjuk sok szeretettel a biztonsági őr úrnak, mert sajnos jegyzőasszony házon kívül van, mint kiderült. Vagy nem fogad bennünket, nem tudjuk. Szóval... Tudod, hogy felmentek az irodáig, de ugyanezt fogják tapasztalni, és engem kértek meg azzal, hogy én ezt vegyem át, mert ugye a jegyzőasszony nem tartozik. Nem akadályozom, hogy a kettőt ők gondolják, tudod, hogy felmentek, de ugyanezzel tudnak szembe találkozni. Hogy lesz ez után, és akkor... Még be is csomagolt meg, jó? Ezt mind hoztuk, ez egy kis ligeti levegő. Ez itt a kormány hát rendelet, amit a jegyzői hatásköréről írtak, bizonyára ismeri, bár nem jogot végzett a hölgy. És ez itt pedig a demokrácia és a szabadságtól egy-egy pofa, egy-egy tenyérre. Köszönöm szépen, át fogjuk adni, jegyző asszonyat. Oké.